Január közepén a Diák Olimpia megyei döntőjében 3 bronz, 6 ezüst és 3 aranyérmet szereztek a Kodály úszói. A 3 győztes csapat a 4x50 méteres 3. és 4. korcsoportos lányváltó, valamint a 4. korcsoportos fiúváltó bejutott a kecskeméti országos döntőbe, ráadásul a lányok a legjobb idővel kvalifikálták magukat a fináléba, ahol aztán érvényesült is a papírforma. Jöttek a kislányok, és hozva azt az időt, a nevezési időt, csodálatos élményben részesítve szülőket, az ott tartózkodó társakat is, sporttársakat is, és csodálatos országos bajnoki helyezést szerzett a 4x50-es 3. korcsoportos lányváltó, Garai Graciána, Gincsai Lili, Cserfavi Letícia, valamint Kuk Nikolett. Jöttek a fiúk, hát ott is válogatott melegítőbe felvonuló csapatok, hát egy kicsit úgy, ez egy kicsit meghőkölt mindenki, de amikor láttuk azt, hogy volt olyan gyerkőc, aki 30 másodpercen belül úszta az 50 métert, hát gondoltuk, hogy itt már meg lehet, és a váltót Fehér Ábel a végén 3. helyen hozta be. A csapattársai voltak Kis Máté, Szenes Máté, valamint Bojtor Balázs. A 4. korcsoportos váltó Garai Gwendolin, Módis Lilla, Szécsi Lili és Pelle Júlia összeállításban szerzett aranyérmet. Kecskeméten még egy megyebeli versenyző állhatott fel a dobogó legfelső fokára, a vásárosnaményi Ötvös József általános iskola képviseletében Balogh Krisztián a B kategóriában 100 méteres gyorsúszásban végzett az élen.